Isten hozta a kedves televízió nézőket, a Család című műsor sorozatot tetszenek látni a Budapest Európa Televízió nézőiként a TV műsorán. Na, kezdjük el még egyszer. Ezt most én szúrtam el. Haló fiúk, haló lányok, ez itt a haló fiúk. Ja, ez megy a szilveszteri műsorban. Szeretettel köszöntöm a Budapest Európa Televízió nézőit, Isten hozott mindenkit a képernyők elé, a Család műsorunkat, a családdal foglalkozó műsor sorozatot tetszenek látni, és szeretettel köszöntöm mai vendégemet, Tornai Gábort. Nem titok, mi hívő emberek vagyunk és testvérek vagyunk az Úr Jézus Krisztusban. Már csak azért is előre bocsátom, mert Gáborról annyit érdemes tudni, hogy 5 gyermekes édesapa. És azt hiszem, hogy eképpen van jogosultsága itt a Család műsorban a gondolatait elmondani, az eseményeket, a sztorikat, amelyek jó történetek a család kapcsán, azokat mind-mind közzé tenni mások okulására. De hát először is induljunk el a KH-tól, a tűztől, a tűzrakó helytől. Miért is jó a család? Mi a véleményed, kedves Gábor? Ezt nem beszéltük meg, hogy ilyen nehéz kérdéssel kezded rögtön az elején. Ha ezt el lehetne mondani, akkor valószínűleg el tudnám mondani, mert készültem volna rá, hogy elmondjam. Ám azt gondolom, hogy ez egy sokkal összetettebb dolog ennél. Tehát, hogyha két ember ül egy naplementét szemlélve, te is azt látod, mint én, de ha azt kérné tőlünk valaki, hogy fogalmazzuk meg, hogy milyen ez a naplemente, bajba lennénk. És bármennyit beszélünk róla, nem tudnánk elmondani, hogy milyen. Tehát azt gondolom, hogy a család az egy olyan fogalom, ahol egy megélt emberi közösség olyan élményeket okoz egymásnak, amit aztán szavakkal, ha el akar mondani, akkor mindig úgy érzi, hogy kevesek a szavak hozzá. Valóban én is így gondolom, és hát a Bibliában egyértelműen Isten rögzítette a családot, hogy egy férfi és egy nő, manapság olyan társadalmi újra gondolás létezik ebben a témában, ahol azt mondják, hogy egy-egy nő vagy egy-egy férfi is képezhet családot. Én azt hiszem nem. Az nem család, az egy valamiféle társkapcsolat, ami, hogy most ez mennyire pozitív vagy mennyire negatív, erről most nem akarok beszélni. A véleményem személyesen az, hogy ez nem feltétlenül pozitív, és úgy gondolom, hogy nem a kisugárzása miatt, hanem azok számára nem pozitív, akik ezt megélik. De van egy Istenünk, aki majd erre ad egy mértéket. De nem, még én azt gondolom, hogy még csak nem is kell elmenni nagyon a vallásosság felé, vagy a hit felé ebben a kérdésben, csak egyszerűen biológiailag gondold végig. Tehát két nőnek nem lesz gyereke, két férfinak nem lesz gyereke. Tehát, hogyha az evolúció tükrében abszolút materialista alapon szemléljük ezt a történetet, akkor ez egy evolúciós zsákutca lenne. Ezek én sokkal inkább azt gondolom, hogy a mai Európára jellemző, erre az ultraliberális környezetre jellemző relativizálásról van szó. Tábortűznél beszélgettem egyszer gyerekekkel, és akkor mondják, hogy de hát Gábor, hát most akkor mi jobb, hogyha egy alkoholista házas pár nevel föl egy gyereket, vagy hogyha egy meleg pár nevel föl egy gyereket békében, szeretetben. És én kimerem mondani, hogy egyik se. Tehát nem, Isten szándéka szerint egyik se jó a gyereknek. És attól, hogy két rossz közül az egyiket egy kicsit rosszabbnak tartjuk, és aztán azt elkezdjük úgy hirdetni, hogy ez teljesen rendben van, na ez a legnagyobb veszélye annak a fajta relativizálásnak és ennek ultraliberális szemléletnek, amivel tulajdonképpen, és ezt most tényleg gondolják végig a nézők is, hogy a férfi meg a nő nem egyforma. Se kívülről, se belülről. A gyerek, hogy egészséges felnőtt legyen, látnia kell a nőben a nőt, a férfiben a férfit. Egy férfi akármennyire gyengéd vonzalmat is tanúsít egy másik férfi iránt, férfi a lelke, a habitusa, a beállítottsága. Nem fog tudni levetkőzni se az elsődleges nemi jellegekből, se a másodlagos, de leginkább a lelki mélységekben
ez egyfajta olyan korlát, ami a gyereket megfosztja. Most egy tehetetlen kisgyereket megfosztok attól, hogy ő neki legyen édesanyja és édesapja? Bizony, így van. Arról nem beszélve, hogy már szervezetileg, vagy másképpen mondom, organikusan is teljesen más egy férfi és egy nő. Az egyik az agyféltekének az egyik oldalával, a másik a másik oldalával hozza meg a döntéseket. Az egyik a logikai, a másik az érzelmi központban dől el, hogy most... Néha nehéz eldönteni, hogy melyik, mikor melyiket használja, igen. Igen, tehát valóban így van, hogy a gyermeknek ezt is, meg azt is látni kell, tapasztalni kell, meg kell írni, hogy ebben mi a jó, és abban mi a jó. Igen. Nálatok, amikor kezdődött a család, ugye nyilván úgy kezdődik a család, hogy az ember beleszületik egy családba. Milyen érzés volt gyermeknek lenni a te családodban, ahova születtél? Amikor én gyerek voltam? Jó! Nagyon, nekem nagyon klassz apukám, anyukám van, hál' Istennek élnek még most is, és a mai napig is tanulok tőlük. Kettőjüktől, a kettőjük egymáshoz való viszonya, ahogy végigélték az életüket, látni azt, hogy ők hogyan fejlődtek, hogyan törődtek egymáshoz, ez egy klassz dolog. Én azt gondolom, hogy ez egy hallatlan nagy kegyelme a Jóistennek, hogy én látom a szüleimet egészségben, szeretetben megöregedni. Ez jó. És megpróbáltad ezt a saját családodban is valahogyan a gyerekeiddel, feleségeddel együtt megélni, amit annak idején kaptál? Hogy ők is azt mondhassák majd egykor, mikor megkérdezik tőlük, hogy hát milyen családban voltál, milyen családban nevelkedtél, és akkor azt mondják majd, hogy jó, hát a mi családunk az egy klassz család volt. Nem tudom, ezt majd a gyerekeimtől kell megkérdezni. Én... Most lehet, hogy furcsa lesz, amit mondok. Én nem nagyon hiszek a tudatos másképp nevelésben. Tehát van a feleségem, vagyok én, két személyiség a maga életével, a maga harcaival, küzdelmeivel, tudásával, olvasottságával, intelligenciájával. És vannak dolgok, amiket igaznak és követendőnek tartunk, vannak, amit pedig nem. Hozamasabb ideig nem tudok másképp viselkedni a gyerekemmel, mint amilyen valójában vagyok. Tehát nyilván, amit apáméktól tanultam, és jónak, az időben is jónak látok, azt nyilván a gyerekekkel ugyanúgy csinálom. Hát lehet mondani, hogy az ember hozott anyagból dolgozik. Igen, hozott anyagból is dolgozik. De vannak olyan kérdések, amik már csak azért is, mert más korban éltünk, másképpen csináljuk. Beszéltél arról, hogy gyerekek, beszéltél, hogy feleség, beszéltél a közös gondolkodásról, az ismeretről, az olvasottságról, a műveltségről. Én megmondom a szeretet. És ott van az a szeretet, amivel szereted a feleségedet, ott van az a szerelem, amivel szereted, amit a gyerekek nap mint nap tapasztalnak, egy-egy kedves kéz, csók, egy-egy simogatás, egy-egy ölelés, amit a gyerekek láthatnak, ami megengedhető, hogy édesapa mennyire szereti édesanyát, és édesanya mennyire szereti. Jaj, Feri, ezt olyan szépen mondod, de ez nem így van. Nem így van. Ez nem így van. A szerelem elmúlik. Tehát a szerelem az elmúlik, és ahogy halad előre az ember, időről időre más és más feladatokkal, problémákkal, kihívásokkal találkozik. Én azt gondolom, hogy a szeretet két embernek a szövetségében az egy komoly munka. Egy akarati döntés, egy olyan fajta kitartás, amikor komolyan veszem saját magamat, és komolyan veszem őt. És akkor, amikor egyszer azt mondtuk az oltár előtt, hogy holtamiglan, holtodiglan, akkor abban benne van az, hogy én vállalom a te küzdelmeidet, az eleséseidet, a felállásaidat, és remélem, hogy te is fogod vállalni az én eleséseimet, az én butaságaimat, és az én felállásaimat, és szépen együtt közeledünk egy olyan végkifejlethez, ahol már meghaladja az emberi elvárásokat a mi kettőnk együttléte. És akkor meghalunk, és eljutunk egy olyan világba, ahol egészen más. Hát ez a szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem fogja, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. És azt gondolom, hogy nekünk harcos férfiaknak szükségünk van arra, hogy empatikus, melegen, szerető,
fészek meleget adó. Érzékeny feleségünk legyen, és nekik meg talán néha jó az, hogy nem biztos, hogy mindent érzelmi síkon kell elrendezni. Tehát, hogyha a gyerek közeledik a kötőtűvel a konnektorhoz, akkor nem biztos, hogy pici szívem, ha megtennéd, hogy nem nyúlsz oda, lehet, hogy oda kell menni az apának és ráütni a kezére, mert inkább én üssek a kezére, mint az áram üsse őt meg. Tehát, és ez egy nagyon kis suta példája annak, hogy mit értek azon, hogy a férfi és a nő habitusa a gyereknevelésbe akár. Beszéltél a család kezdeti állapotáról, a szerelemről, amikor egy férfi és egy nő megismeri egymást, szerelmes lesz. Ez valóban azt mondják a pszichológusok és a pszichiáterek, hogy ez egyfajta kémia. Van egy anyag, a feniletilamin, PA-nak ezt szokták rövidíteni. Azt mondják, hogy ez néhány hónaptól, esetleg maximum 3 év is teljed időszakig valójában lebomlik a vérbe, a vérből, kivonódik, és akkor megszűnik ez a szerelem. És akkor jön az, hogy jé, hát én ebbe voltam szerelmes. És akkor jön a nagy ébredés, hogy hát ő a nagy ő, hát én azt hittem, hogy pedig. És akkor jön az a pedig, hogy pedig még jobb, mint amit én hittem, mert akkor felismeri azokat az értékeket, amelyeket eddig esetleg eltakart. Hát, ha felismeri. Az az érzelem. Én nekem azért az a tapasztalatom, hogy különösen a hídben járó családoknál, hogy ez bizony előkerül, és akkor még jobban tudják egymást szeretni, és jön egy megbecsülés és egy szeretet a lángoló szerelemnek a helyére. És néha nagy ritkán még ilyet is hallok, hogy mi 40-50 éves házasokként is ugyanolyan szerelemmel szeretjük egymást, bár ez lehet, hogy már kánoáni nyelv. Nálatok hogyan is van ez? Hogy mennyire dúl a szerelem? Nem dúl. Nem dúl a szerelem, szeretet van, és a szeretetet akarjuk. Megbecsülés, tisztelet a másik iránt. Tehát én személy szerint úgy vagyok vele, hogy a szerelem az egy ilyen bolond állapot. Tehát egy olyan fajta feltétel nélküli elfogadása a másiknak, amikor semmit nem vesz észre az ember, és a figyelmeztető jeleket sem, ami később esetleg probléma lehet, és... józantalan állapot. Ez egy józantalan állapot, én azt gondolom, hogy nagyon is józantalan állapot, és ezt úgy idővel az ember elkezdi értékelni. Na, jó, legyünk konkrétak. Tehát én azt gondolom, hogy a mi családunkban, amikor megszületett az első gyerekünk, Kati lányom, onnantól kezdve a feleségemnek egy része az a gyereknevelésbe ment át. De olyan szinten, hogy ő, aki azelőtt az én bombázó feleségem volt, és mentünk mindenhova, és buli, és sieljünk, és szörfözzünk, és ami a csövön kifér, másszunk hegyet. Onnantól kezdve lett a kicsi lánya, csoda, hát egy fantasztikus, gyönyörű, aranyos, értelmes, okos kislány, és kimondva kimondatlanul, ugye én egy másik szerepbe kényszerültem. Tehát megismeri egymást egy fiú meg egy lány, egymásba szeret. De akkor még nem tudják, hogy ők milyenek lesznek apaként, anyaként, milyenek lesznek férj és feleségként, milyenek lesznek majd több gyerekes apa, több gyerekes anyaként. És ez eljuthat odáig, hogy a férfi az egy élő pénztárcának érzi magát, a nő pedig egy jól fizetett bölcsődei óvónőnek, vagy óvónőnek, a gyerekek korától függetlenül, mosónőnek, vasalónőnek, takarítónőnek, bevásárlónőnek, tehát aki dolgozik reggel 6-tól mondjuk este 10-ig, és hát mégis mivel nem nincs keresete, ugye az én feleségem is 20 évig otthon volt, ezért az önbecsülése leépülhet, olyan szintre leépülhet, ami nem egészséges. És hogyha egy férfi, aki meg pénztárcának gondolja magát, és azt teszi, hogy na szívem, akkor át van utalva a bankkártyádra 200 000 forint mondjuk, meg sem kérdezem, hogy mire költöd, de legyen mindig itthon, amire szükség van, legyen tiszta vasalting, és el lehet élni egymás mellett. Tehát a gyerekek azok nagyon-nagyon érdekes. Például ugye én marketing kommunikációs munkakörben dolgoztam, és egyszer a feleségem azt mondja nekem, hogy
veled még vitatkozni sem lehet. Tehát amikor van egy konfliktus, és nem tudod megbeszélni, mert a párod úgy tekint rád, mint kommunikációs szakemberre, akinek az a dolga, hogy mindent eladjon, úgymond, mindent megmagyarázzon, az egy nagyon nehéz helyzet. Feri, az egy nagyon nehéz helyzet, és nem tudok belőle kinőni. Vagy ilyet mondott például egyszer a nejem, hogy te vezetsz 70 embert, vagy felelős vagy 350 emberért, és a saját 5 gyerekeidet nem tudnád menedzselni egy kicsit? Uh-huh. Vagy velem nem tudnál olyan lenni? És akkor itt jön a rókafogta csuka, ha olyan akarok lenni a feleségemmel, akkor te vagy a kommunikációs szakember, és veled már veszekedni sem lehet. Ha pedig nem, akkor meg miért pont másokkal velünk meg nem? Szóval érdekes, én óvaintek mindenkit, és azt gondolom, hogy az őszinteséghez hozzátartozik, hogy két ember együtt maradása az egy nagyon-nagyon komoly elkötelezettség és energiabefektetés mind a két fél részéről, egy tudatos döntés, felvállalása annak, hogy igen, mi egyszer arra szövetkeztünk ketten, hogy végigcsináljuk ezt az életet, és megpróbálok abból is építkezni, aki te vagy, és örömmel tölt el, ha te abból építkezel, ami én vagyok. Uh-huh. Igen, a döntés szót ragadnám ki ebből is. Mondhatom azt, hogy a család alapja a döntés. Tehát egy férfi és egy nő eldönti, hogy mi család leszünk, uh-huh. és akármi történik, akkor mi ezt igyekszünk megvalósítani. Ha jönnek a gyerekek, ha esetleg úgy alakul, hogy kiderül, hogy nem lehetnek gyerekek, mert ilyen család is van, mert a család nem attól család, hogy van gyerek vagy nincs gyerek, hanem attól, hogy a férfi és a nő meghozta ezt a döntést. És akkor válvetve, egymást támogatva, segítve, hol az egyik jut előrébb, hol a másik jut előrébb, hol valaki húzza a másikat maga után, hol az egyik, hol a másik. Hát vannak nehezebb, vannak könnyebb helyzetek, vannak együtt örvendezések, és van egy együtt sírás, előfordul, de a lényeg, hogy közösen. És mennyivel jobb nekünk, azt mondom, hitben járó embereknek, akinek van megváltója, illetve mindenkinek van, csak mi komolyan is vettük, és átéltük ennek a szabadításnak az örömét, hogy Jézus gyermekei lehetünk, hogy a hármas kötél az ugye nehezen szakad el, és hogy egy hitben járó párnak van egy harmadik tagja, aki mindenhol jelen van, van egy nagyon szép, kedves, ilyen kis kirakós tábla, olyan, mint a régi asztalok mellett a házi áldás egy-egy pamut szőttesen, és ott ki van írva, hogy Isten a tanúja minden itt elhangzó beszélgetésnek, és valóban jelen van ebben a családban, ebben a házban. Hogy tapasztalod meg, különösen így 5 gyermeket nevelve, vagy mondjuk múlt időben, de a nevelés mindig tart. Hát igen, most már azért nagyok. Igen. Most már nagyok a gyerekek, hogy Istennel együtt könnyebb a családban. Azt gondolom, hogy nélküle lehetetlen. Hát, hogy menjek el ebbe az irányba. Hát én nem gondolom, hogy én, mint férfi, bármikor is felkészült lettem volna arra, hogy 5 gyereket neveljek, 5 fejlődő lelket óvjak és védjek, és helyes irányba terelgessek. Erre én sosem éreztem magam alkalmasnak. Ez a szeretet kapcsolat és a Szentírás. A fiatal Szent Pál azt mondja, hogy ti feleségek szeressétek férjeteket, vagy engedelmeskedjetek a férjeteknek, ti férjek pedig férfiak szeressétek a feleségeteket. Az idősebb Pál azt pedig azt mondja, hogy viseljétek el egymást nagy szeretetbe. Látszólag kicsi a különbség, de nagyon jól kifejezi azt, hogy a gyermeknevelés, az egymással kézenfogva szoros kötelékben, ez a hármas kötelékben élni az életünket, ez nem feltétlenül jelenti mindig azt, hogy 2 méterrel a föld színe felett hatalmas nagy happy minden. Viszont a sok közös program, az úgy gondolom, hogy segít abban, hogy egymást jobban elfogadjuk, egymást jobban megismerjük. Én emlékszem arra, hogy gyermekkoromban nagyon sokat játszottunk közösen, a szüleimmel, nagyszüleimmel, társas játékoztunk, kártyáztunk, és sok minden egyéb ilyen közös programunk volt, és érdekes volt, hogy ezekben a közös programokban már én gyermekként felfedeztem, hogy
a nagyszüleim, a szüleim, a szomszédnéni, vagy bárki, akit bevettünk a játékba, hogy ez mennyire más egyéniség, hogy ki volt, ott a játékban kiderült, hogy ki az, aki rátarti, ki az, aki nem tud veszíteni, ki az, aki viszont képes arra, hogy veszítsen, akár magát alábbadja, hogy a másikon segítsen. A kinevet végén játékban, ugye, amikor ki kell ütni a másikat, vagy nem kell kiütni a másikat, és akkor inkább vállalja, hogy nem üti ki esetleg, és itt megjelenik az ember személyisége, és milyen jó ez, hogy a családban ez ilyen sok-sok közös programnál kiderül. Öröm felfedezni egy szülőnek a gyermekje sajátosságait? Hogyne. Nagyon-nagyon sokat játszottunk, és ez egy jó válasz például arra, hogy mit látnak a gyerekek. Tehát, hogyha én anyával vagyok, akkor biztos, hogy nyerünk az activity-be. Uh-huh. Mert hogy félszavakból megértjük egymást, a mozdulataink, a gesztusaink, olyan szinten, a gyereket nem is értik, hogy hol tartunk, de már mondjuk a választ. Tehát nem is nagyon szokták engedni, hogy apa és anya együtt legyen. Egy csapat legyen. Ilyen csapat legyen, így van. De például ilyen szempontból nagyon jó a nagy család. Tehát mi nagyon nagyokat tudtunk játszani. Tényleg, és kis gyerekkoruktól fogva ez egy közösség. Meggyőződésem, hogy másképp szocializálódnak a gyerekek, ha többen vannak. Azt szoktam mondani, hogy egy gyerek az olyan kis csoda. A második gyereknél én nagyon nehéznek gondoltam, hát még mind a kettő kicsi, két fiatal felnőtt, nem tud annyi ingert adni a gyereknek, hogy az elég legyen. És amikor megszületett Bence fiam a harmadik, ugye Katus, Dávid, Bence, akkor a két nagy, Katus meg Dávid a kicsivel kezdett foglalkozni. És hatalmas terhet vettek le a hátunkról, amit így mondanék szaknyelven, hogy biztosították azt az inger mennyiséget a kicsinek, amit mi felnőttek már nem volt idegzetünk. És akkor a negyediknél meg még jobban, a legkisebb Levente, ugye úgy jöttek, hogy két évente jöttek, Dani volt a negyedik, és utána 6 év szünet után jött Levente. Most a négy nagy a kicsivel, hát bocsánat a hasonlatért, de mint amikor a kutya megjelent a családba, és mindenki meg akarta tanítani valamire. Tehát a kis Leventét a négy nagy állandóan tanítgatta, és én minden nap, amikor jöttem haza, nézd, mit tud Leves, Levesnek hívták, mit tud a kis Leves. És hát 4 évesen olvasott, írt. A nagyok megtanították mindenre. És egy nagyon-nagyon egészségesen szociális, ők képesek csapatban dolgozni, gondolkodni. A nagy családnak talán ez az egyik legnagyobb előnye, hogy minden gyerek megérezte azt a biztonságot, hogy ez egy másfajta kapcsolat, mint a barátság. Uh-huh. Tehát itt ez túlmutat azon, hogy valakit, lehet, hogy egy baráttal mélyebb emberi kapcsolatban lehet lenni. De a testvérem, az apám és az anyámnak ugyanaz a gyereke, mint én vagyok, és itt ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy ők soha nem versenyeztek egymással. Ezt én például a Jóisten hihetetlen kegyelmének gondolom. Most ugye Bencéknél már jön a kisbaba nyáron, nagyapa leszek. Nagyapa, pedig még most született. Igen. És hát az én szüleim segítik nagyon Bencéket, hogy el tudjanak indulni. Hát nyilván mi is addig nyújtózkodunk, amíg a takaró ér, de a nagyszülők nagyon komoly segítséget adtak neki. És a többi gyerek meg szurkol. Uh-huh. És ők is ahol lehet segítenek. Tehát az egyik csempéz az új házba, a másik az beszerez valamit, a harmadik a kismamával törődik, tehát nagyon-nagyon jó érzés ezt látni, hogy kérés nélkül, mindenféle feltétel nélkül szeretik egymást. Hát lehet mondani akkor az altruista életmód, az el lett ültetve az ő kicsi drága szívükben, és minél jobban növekednek, úgy nő a szívük, és úgy nő az altruizmus, a szolgálatkészség, a segítés. Egyébként nagyon érdekes, amerikai pszichológusok tanulmányát olvastam, és magyarul lefordították, és az volt benne egyértelmű megállapítás, hogy ez a fajta gondolkodásmód, ez a fajta életstílus, amellett, hogy egyébként annak az embernek egy sokkal jobb életminőséget biztosít, aki ilyen, hosszabb életet is jelent. Tehát kimutatták statisztikailag, hogy ilyen
6-8-10 évvel többet élnek az altruista típusú emberek, pedig sokkal nehezebb életet élnek, mert hát jobban megalázzák magukat, szolgálnak másoknak önkéntesen, odaszánják magukat. Na de visszatérve a családhoz. Beszéltünk arról, hogy milyen volt, amikor szerelmesek voltatok. Aztán jöttek a gyerekek, és hát, hogy milyen a család, hogy így sok gyerek van. De arról nem esett szó még, hogy amikor az ember elveszi a párját, feleségül, férjül, amikor eldöntik, akkor hát nem csak őt veszi el, hanem a rokonságát is. És ennek ugye a magyar anyós viccekre lehet utalni, bizony nem mindig jó hozadéka van. Hogy volt ez a ti esetetekben? Mit tudsz tanácsolni? Hogyan kezeljék a fiatalok, a mai fiatalok, a mai házasulandók ezt a kérdést? Hogy helyén legyen. Erről nem volt szó, Feri, hogy ilyeneket fogsz tőlem kérdezni. Valójában azt sem tudom, hogy hol kezdjem el. Mert akkor, amikor én a feleségemnek udvaroltam, akkor én az anyósomat, hát ilyen állandóan mosolyog, hogy milyen frankó, mennyire klassz, milyen jó, meleg család, hogy itt állandóan játék, vihogás. És ma másképp látom egy kicsit. Mert az apósom meg ő ilyen csendes volt, csupa szívember, de ő neki azért volt némi tartása. És például, amikor az anyósom falazott nekünk, hogy mi együtt tudjunk aludni, és az apósomat félrevezette, ez én nem tartom helyesnek. Uh-huh. Ma már. Akkor meg nagyon örültem neki, hogy jaj, milyen rendes anyuka, hogy ezt így elsimítja az ügyet, és távol tartja apukát attól, hogy ilyen szörnyű valóság, hogy itt most a két fiatal együtt alszik, hát... És csak alvás. Igen, hát jó, igen, tudjuk mindannyian, hogy ez csak alvás, persze. És ezt nem tartom jónak. Tehát egy férnek és egy feleségnek tisztességesnek kell lenni egymással. Tehát a közösség, a férj és a feleség igen. között egy megbonthatatlan közösség igen. kell, hogy igen. legyen, és ezt a közösséget senki semmilyen érdekből, érdekért, érdekkel igen. nem szabad, hogy megbontsa. Igen, és nem szabad hülyének nézni a másikat. Uh-huh. Tehát ez valami, inkább akkor azt mondom, hogy szívem nagyok már, más a világ, aludjanak együtt, tanul. De az nem jó példa. Tehát a gyerekeknek sem jó példa. Nem jó, hogyha azt látják, hogy a szüleik becsapják egymást. Az olyan mély sérüléseket okozhat. Sőt, hagyd kockáztassam meg, rossz mintát ad. Tehát az egyik fiam udvarolt egy kislánynak, aki nagyon aranyos volt, házias volt, tette a dolgát, mosolygott, nagyon jó pofának tűnt, de ennek a kislánynak az édesanyja ordibálással rendezte a családi perpatvart, az apja meg ivással rendezte a perpatvart. Uh-huh. És idő kérdése, hogy ezekből a mintákból valami, mert akkor elmúlik a szerelem, mi jön elő belőle? Akkor így van, hogy mi fog előjönni. És most 30 év házasság után, akkor, amikor elgondolkodom azon, hogy hogyan tudnám jobban szeretni a feleségemet, mit kell lépnem? Mert én nekem ez egy eltökélt szándékom, hogy én szeretni akarom a feleségemet. Azt szeretném, hogy mi nagyon klasszul öregedjünk meg egy ilyen hosszú életben, mint amit te mondtál, én is olvastam ezt a kutatást. Hogy mit kell tennem? És akkor rájövök arra, hogy a feleségemnek bizonyos viselkedései nem is lehetnek másképp. Tehát a szülei és a szüleinek a szüleitől eredeztethető néhány olyan minta, ami nekem most fejtörést okoz. És ha a feleségemet megkérdezné, ő ugyanígy elmondaná, hogy Gábornak a anyukája, apukája, a nagyszülei felismerhető egy-két dolog, amit én nagyon nehezen viselek, de hát az apja is ilyen volt, hát, vagy az anyja is ilyen volt, akkor miért lenne másképpen? És azt gondolom, hogy az anyós kérdéssel kapcsolatosan ugyanaz a válasz, mint a hittel kapcsolatban. Van a gyereknek egy hite, amiben felnő, aztán amikor egyszer tényleg felnőtt lesz, akkor saját magának le kell ülni, és végig kell gondolni, hogy na milyen is az én Isten kapcsolatom, milyen az én Isten képem. Na ugyanígy a családdal is. Tehát egyszer úgy kell értékelni az apámat is, és az anyámat is, az anyósomat is, az apósomat is, ahogy ők vannak. És
meg lehet adni a végtelen szeretetet, végtelen tiszteletet úgy is, hogy bizonyos dolgokban nem követjük őt. Tudatosan. Nem akarom azt. Én megmondtam a feleségemnek, szívem, te, ha úgy kezdesz velem viselkedni, mint ahogy az anyósom, az apósommal, akkor én lehet, hogy még az is, hogy még itt is hagylak téged. Én ezt nem fogom végigcsinálni akkor. De erről kell tudni beszélni. És ez, itt most nem annyira a fenyegetést szeretném mondani, hanem azt a fajta kétségbeesést. Hogy én nem akarom, hogy te a gyerekeimmel a hátam mögött kijátszál engem. Nem szeretném, semmilyen kérdésben sem. Még akkor sem, amikor már buta leszek, és folyik a nyálam, és már nem vagyok magamnál. Akkor se tedd ezt meg velem, mert én sem fogom veled megtenni. Nem foglak téged ilyenfajta megalázó helyzetbe hozni. Ez olyan, mint a matematika, ahol az egyenletnek az egyik oldalán szerepelnek kifejezések, és az egyenlet másik oldalán is szerepelnek kifejezések, és ott van az egyenlőség jel, az kettő. Igen. És azt nem lehet megbontani, nem lehet megszakítani, mert onnantól kezdve borul az egyenlőség, és akármit teszek oda, akár egy pontot, akár egy vonalat, akár egy ék alakú jelet, onnantól kezdve az már nem egyenlőség, hanem valami más. És azt hiszem, hogy ilyen ez. Olyan szép a magyar nyelv. Ugye ha azt mondjuk egység és kétség. Kétség. És a kétségnek ugye megvan ez a másik jelentése is, hogy az már nem biztos, bizonytalan. Bizonytalanság. Na, ha már szóba került ez, akkor beszéltünk arról, hogy hogyan alakul ki a család, hogy kezdődik egy szerelem, hogy ebben van némi biokémia, azután jön a szeretet, a megbecsülés, ami, hogyha hittel párosul, akkor ez egy végtelen nagy ajándéka Istennek, hiszen ő, mint harmadik összetartó kapocs ott van, jelen van a családban, és igyekszik mindent elsimítani és megoldani, na de csak vannak feszültségek. Hogyan oldjuk meg a feszültségeket a családban? Most nem arra akarok gondolni, amit az előbbi megnyilatkozásodban említettél, hogy esetleg akkor elválunk, hanem hiszen a magyar házasságok, az 5 éven belül kötött házasságok 50%-a megszűnik házasságnak lenni, és további 3 év után még további 20%, 25% is, tehát összesen 70-75% felbomlik a megkötött házasságoknak. Persze tudom, hogy jellemzően nem egy hitben járó társadalmi minta ez az alap, hanem egy ilyen ultraliberális... Konformizmus. Konformista, így van. Tehát a fenntartható növekedés az a fenntartható fogyasztásról szól. A külkerre, amikor marketing kommunikációs szakra jártam, akkor elmondták, hogy hát, ha tetszik, ha nem, ha valaki elválik, akkor a tartós fogyasztási cikkek tekintetében ugye két háztartás, az két villanyszámla, két gázszámla, két vízszámla, két mosógép, két tévé, tehát azok, amiből egy család csak egyet vesz, az ott hirtelen kettő lesz. Ez nagyon-nagyon aljas dolog, de nem baj, hogyha tudjuk. De mondhatok egy másik példát. Egy női fehér nemű reklám, óriás plakát. Ott van rajta egy bombázó nő, egy valamilyen fehér neműbe, felnéz rá a férfi, hát az én feleségem soha nem lesz ilyen bombázó. Veszek neki egy ilyen göncöt, hát ha. Legalább ezt fog emlékeztetni. Megy arra a nő, felnéz, hát én soha nem leszek ilyen, de veszek így ilyet, hogy hát ha legalább egy picit hasonlítok rá. És a legdurvább, hogy nem ez kell, hogy jelentse egy férfi és a nő között a kapcsot. Tehát a lelki kapcsolat, amiben ugye jön az Úristen harmadikként, és így lesz ugye ez a hármas kötelék, az messze van ettől a világtól. És ehhez kommunikálni kell, beszélni kell, nem rögtön az első nehézségnél elszaladni. Tehát amit én az imént mondtam, hogy megmondtam a feleségemnek, hogy úgy fogsz velem bánni, mint ahogy az anyósom az apósommal, azt én nem akarom végigcsinálni. Tehát így helyes, nem akarom végigcsinálni. És én azt gondolom, hogy a feleségem egy intelligens asszony. Megérti. És amire utaltam, hogy le kell ülnünk néha, és végig gondolni, hogy mik azok a dolgok, amiket nem akarok azért úgy csinálni, mert a szüleim is úgy csinálták. Igen, és ez az, ami a mai házasságokból, a legtöbb házasságból sajnos hiányzik. Tehát vannak közös programok,
és sokszor a közös programok azok elfedik az egymás lelkét egymás elől. Tehát mindenki megkapja, mint a fogyasztói társadalomban azt, amit ő akar, amit ő kapni akar, de nincs meg az egymással való kapcsolatban az, hogy ki is a másik, hogy én mit adhatok neki. És mindenki csak kapni akar, és nem adni. És sokszor ez a házasság halála, és emiatt jön az, hogy hát, én azt hittem, hogy ő majd ezt kapok tőle, meg azt, meg amazt, aztán nem kaptam. Hát akkor ez nekem nem kell. Majd akkor megkeresem azt, akitől ezt megkapom. És a szörnyű az, hogyha megtalálja azt, akitől ezt megkapja, ott majd más lesz, amit nem fog megkapni. És azok az emberek, akik mindig kapni akarnak, azok mindig csak válni fognak. Igen, ezt én is így látom. Ez valóban így van. Milyen jó, hogy van egy ilyen minta ott a környezetetek előtt, ahol ti értek, ami részben gyülekezet, részben munkahely, részben iskola, részben hát sok minden, amelyre az ember megfordul a hétköznap, még az üzlet, a zöldséges, a piac, ahol megvannak a bevett ismerősök, akik előtt lehet minta, hogy igen, mi élünk, igen, mi örülünk, mi örvendezünk, mi játszunk, mi boldogok vagyunk, és heten vagyunk. Nem heten, mint csodabogárnak tartottak minket mindig. Tehát kaptunk néhány nagyon gúnyos megjegyzést is, hogy mint a nyulak. Én pedig azt gondolom, hogy nem. Nem feltétlenül. Tehát, hogyha egyszer megtehetjük, ugye én abból egy multinál dolgoztam, jó fizetésem volt, mondom, hát hogyha holland menedzsernek lehet 5-6 gyereke, akkor nekem miért ne lehetne 5-6 gyerekünk? Hát, tényleg azt kell mondjam, hogy ilyen szempontból a társadalom számára ez egy csodabogárság. A sok gyerekesek azok pontosan értik, hogy miről beszélek. A kevés gyerekes, tehát a gyerek az nem kényelmi kérdés. Na, ez a legfontosabb. A gyerek az öröm. A gyerek az egy öröm. Öröm forrása, egy kétségtelenül dolgozni kell. Tehát én nem mondom, hogy nincs velük bíbelődés. Van. Van. Sőt, néha nagyon-nagyon kemény dolog. Ha megengedsz egy példát, Dávid fiam, hát olyan volt, mint az apja. Az osztály bohóca, mint ahogy én is annak idején, minden csinál, csak tanulni ne kelljen. És egyszerűen szétakasztotta a tanárokat. És már kezdtem magam kellemetlenül érezni, mert volt egy ilyen mondásom, hogy ne törjük meg a gyereket, mert ma, ha sikeres akar lenni valaki, akkor kell, hogy legyen önálló gondolata, döntésképes legyen, és hogy ne folytsuk meg, hogy te nem vagy jó, ezt nem vagy rá alkalmas, stb. És lényeg, hogy már annyi beírást hozott, hogy nem tudtam már mit kitalálni. Tehát se büntetés, se jutalmazás, se megvonás, semmi nem segített. És egy beírást hozott, nem tudom honnan, illetve tudom, a Szentlélektől jött az ötlet. Na mondom, fiam, válasz ki a legnagyobb fakanonat, légy szíves a konyhába, és menjünk le a pincébe. A pincébe ilyen kondi gépek vannak, és elmondtam neki, hogy figyelj ide, fiam, próbáltuk ezt, és akkor felsoroltam az elmúlt 2 hónap próbálkozásait, nem sikerült. Az, amit te a tanárokkal csinálsz, az embertelen. Tehát a tanár az ember, a munkáját akarja végezni, te pedig nem hagyod, felhúzod, vérni már egészségét. Tehát ez nem jó. A bűn, amit te csinálsz, fiam, az bűn. A szeretet ellen bűn, a másik ellen. Én az apád, mivel ezt végig, hát nem tudtunk semmit se, úgyhogy én most letolom a gatyámat, és te fenekeljél el engem. Én nem vagyok jó szülő. Fiam, amit te a bűnnek, annak van egy büntetése. Veled ezt végigpróbáltam, és nem működött. Akkor valakinek ezt a balhét el kell vinni. Én elviszem. Légy szíves, akkor most fenekeljél el engem. És ez a fiú úgy zokogott, úgy sírt, sohasem, tehát egy kőkemény srác. És megérintette a dolgot, és onnantól egy picit jobb lett. És ha végig gondolod, azért valami ilyesmi. Tehát amit Jézus tett. Amit Jézus is tett. Tehát azt kellene valahogy megértenünk, hogy a szeretetlenségnek mindig van következménye, ami a másikban sérülést okoz.
Tehát ez azt tegyétek a másikkal, amit szeretnétek, hogy veletek is tegyenek, ez erről szól. Uh-huh. És hogyha nem tudunk, nem szívesen mondom ezt a szót, ennyire, annyira drámaiak lenni, hogy elérje az inger küszöböt a gyereknél, hogy ezt a magatartást nem lehet tovább folytatni, akkor a gyerek a végtelenségig fogja feszíteni a húrt. Ugyanúgy, ahogy a felnőtt is feszíti a végtelenségig a húrt, a butaságokban is. Érdekes gondolat, amit említettél, és én is ismertem egy ilyen hasonló történetet, bár az tanmese volt, hogy egy király hozott egy rendeletet, hogy akárki csinálta ezt, meg ezt, azt bizony, annak 20-at kell ráütni a hátsójára, és akkor kiderült, hogy az ő saját édesanyja volt. És hát mivel király volt, meg kellett a parancsot tartani, viszont ráfeküdt az édesanyjára. Igen. És hát így ő kapta a csapásokat, és hát ennek a jelképe volt, igen, ismerem a mesét, amit te valójában itt gyakorlatilag megtettél. Milyen érdekes lesz majd, amikor Dávid felnőtt ember lesz, és amikor neki is lesznek gyermekei, és majd elébe kerül ez a történet, hogy az én édesapám hogyan is oldott meg valamit. Tehát ahol miről beszéltünk, hogy vannak hozott minták, amelyeket majd igyekszünk továbbadni. Én úgy gondolom, hogy amit Jézus mond a Szentírásban, amit a lelkülete tanít nekünk, hogy mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok meg. Azt hiszem, hogy tanácsolhatjuk a nézőknek, hogy mindent megvizsgáljanak, és ami jó, azt megtartsák. De hogy mi a jó? Honnan tudjuk, mi a jó? Honnan tudjuk, mi a jó a családnak, a családban? Hát elsősorban a Szentírásból. De az, aki a Szentírást nem tekinti olyan műnek, amiben ténylegesen megoldásokat lehet találni, annak a Szentírás nem lesz érdekes. Tehát én írok neked egy levelet, de te nem ismersz engem. És abban olyan dolgok vannak, ami neked az életeddel kapcsolatosan megfogalmaz egy-két kritikát, Uram, bocsán, egy-két feladatot, akkor te nekem az ismeretlen levélírónak ki az a hülye, és összetéped a levelet, és eldobod. A Biblia az Istennek a szerelmes levele az emberhez, ugye az ószövetségi nagy vastag rész az arról szól, hogy mit ígér Isten. Az új szövetségi rész, amit tulajdonképpen, ha valaki gyorsan olvas, egy délután el lehet olvasni, az pedig arról szól, hogy kövessük Jézust. Tehát az egyik egy ígéretről, a másik pedig a követésről szól. Na most az életünk azért valami ilyesmi. Tehát, hogy hiszünk ígéreteknek, és követünk olyanokat, akiket példának tekintünk. Na most nagyon kevés olyan érték van, amióta az emberiségnek írott irodalma van, azóta áll és megáll. És Isten igéje, a Szentírás, az egy olyan irodalmi mű, olyan könyvek gyűjteménye, amiben azok a tapasztalatok vannak benne, amit az Isten kereső ember megél. Benne van az összes küzdelem, benne van az elesés is. Keresés, benne van a visszajelzés az Istentől, csak ugye, hát amíg, mondok, hagyd mondjuk egy példát erre is, hogy jól mondjam. A mai modern kommunikáció az arról szól, hogy fekete vagy fehér. Uh-huh. Legyen kerítés, vagy ne legyen kerítés. Vegyünk, ne vegyünk. És miközben azon gondolkodunk, hogy fekete vagy fehér, aközben Isten válasza lehet piros, zöld vagy kék, de hogyha mi színvakok vagyunk, akkor ezt már nem veszük észre. Tehát a mai ember nagyon szeret tetszelegni abban, hogy ő tudja a frankót. Mert megtanulta, mert olvasta. És a legdöbbenetesebb, hogy ez az információ sok, ami minket ér a rengeteg média csatornán és az interneten keresztül elsősorban, ezt az emberi agy nem tudja dekódolni. Tehát nagyon-nagyon komoly bajba vagyunk, és nagyon sok mindenre, amit olvasunk, azt úgy adjuk tovább akár a gyerekeinknek is, hogy tény. És nem. Nem. Egy csomó minden nem tény. Tehát amit az újságban olvasunk, amit a tévében hallunk, ezek az egy csomó minden nem tény. Igen, álhírek tömege. És a rövid válaszom a gyümölcs. Tehát az, hogy mi jó, az nem derül ki azonnal,
később, majd a gyümölcs. És mi ugye ez a fogyasztói, ez a hajszolós társadalom, ez arról szól, hogy azonnal látni akarom az eredményt. És megvan az eredmény, akkor azonnal látni akarom a következő eredményt. Egyszer a Darnyi Tamással beszélgettem, nem sokkal azután, hogy világbajnok lett, talán egy héten. És akkor ő meg a Szabó Joe, hát együtt ültünk egy tűznél és beszélgettünk, és mondja, hogy mondom, milyen fantasztikus lehet, hogy ti világbajnokok vagytok, hát ugye mint sportoló, hát felnéztem rájuk nagyon. És akkor mondja a Joe, hogy hát tudod Gábor, csak mi felkerünk 5:30, elmegyünk az uszonába, faltól falig éljük az életünket, amíg a többiek iskolába vagyunk, mi akkor is úszunk, akkor külön vizsgákat kell letenni, mi úszunk, amikor ők csajoznak, moziba mennek, akkor mi úszunk, és amikor fölállsz a dobogóra, tényleg egy fantasztikus érzés, eljátszák neked a magyar himnuszt. De amikor leléptél a dobogóról, és mész még egy kicsit, akkor ott motoszkál valahol a füledben, hogy jó, és akkor mi a következő lépés? Akkor mi? Mi lesz a következő? És ezt azért mesélem el, mert bármi, amit itt a Földön célként kitűzünk, nem fog maradéktalanul boldoggá tenni. Tehát az emberben benne van, Szent Ágoston mondja így, hogy magadért teremtettél, Urunk, és nyugtalan a szívünk, még meg nem nyugszik te benned. Tehát mindaddig, amíg mi a valóban csodálatos és fantasztikus lehetőségeket felvonultató világban élünk, és világi célokat tűzünk ki, addig nem lehetünk maradéktalanul boldogok. Boldogabbak lehetünk, mint XY, vagy Z. De nem vagyunk annyira boldogok, mint Q, nem tudom. Tehát az, ami az embereket egységbe tudná kovácsolni, ugyanúgy, ahogy az én gyerekeimet egységbe kovácsolja, hogy az anyukájuk, én meg az apukájuk vagyok. És mi ketten egyformán szeretjük őket. Mindegyiket a magának megfelelő módon, de emberi értelemben nem tudunk különbséget tenni köztük. Persze nem is lehet elmondani, és nagyon sokszor megkérdezik, különösen sok gyermekes szülőktől hallom ezt, hogy hát most melyiket szereted jobban? Hát ne haragudj már, de ilyen buta kérdést nagyon ritkán hallottam. Hát először is mindegyik más, tehát nem jobban, vagy nem kevésbé, hanem máshogyan. Másképpen szeretem. Tehát a kört körnek, a négyzetet négyzetnek, a háromszöget háromszögnek, és nem mondhatom, hogy jobb a kör, mint a háromszög, mert ahol háromszögre van szükség, azt nem tudom körre kitölteni. Ez így van. És fordítva. Tehát nyilván az ember mindegyiket teljesen egyformán igyekszik szeretni, és ez megint visszavisz bennünket egy kicsit a nagy családhoz, mert hiszen ez az egész Föld, mondhatjuk úgy, hogy Istennek egy nagy családja, és ezért nem személyválogató Isten, hogy mi teljesen egyformák vagyunk ő előtt, és egyformán szeret bennünket, mert egyformán őre áll, szorulunk rá, és ahogyan a gyerekeitek is egyformán ti rátok szorulnak, mert nem rossz szót használsz, Feri. Igen. Nem ez a rászorulni. Igen. Ez a mai embernek érthetetlen. Mi az, hogy én rászorulok valakire? Nem akarok rászorulni. Tehát arra kapacitál téged a világ, arra vagy szocializálva, hogy te ne szoruljál rá senkire. Küzdjél, hajtsál, old meg magadnak mindet, hogy becsesen vagy becstelenül a dolgaidat. Nem szeretjük ma ezt a szót, hogy rászorulni valakire. Pedig így van. Nekünk szükségünk van az Istenre. Szükségünk van, mert ott él bennünk valahol egy vágy. Van a szívünkben egy Isten alakú űr, így van, ahova oda kell őt engedni, ahhoz, hogy tényleg jól érezzük magunkat. És szerintem a szülőként egyetlen egy dolgot tudnék kiemelni, hogy a gyerekeimnek minél többször megmutatni, hogy gyerekek, ez igaz, ez van, ez létezik. És nézzétek meg, minden, ami jó történik körülöttünk, az azért lehet, mert ott a szeretet megvalósult. És nem az érdekhez kapcsolt szeretet, hanem az érdektelen. Tehát amikor magadért. És itt van a helyes Isten kép is, hogy én nem azért, mit tudom én, nem hazudok vagy lopok, mert a 10 parancsolatban ez van. Hanem azért, mert a mennyei atya szeret engem, én szeretem őt, és ezt a szeretet kapcsolatot én nem akarom törni. Szóval valóban így van, hogy a család és a szeretet, és Isten, és a gyerekek, és a feleség, és a szeretet akkor is ugyanaz a szeretet. Szeretet a férj és a feleség között, szeretet a feleség és a gyerekek között,
a feleség és a férj között, a férj és a gyerekek között, és ez a szeretet azért csoda, mert soha nem kijátszható. Tehát abban a pillanatban, hogy valaki bárkivel szemben kiigyekszik játszani, onnantól kezdve nem működik. Olyan, mint a jég. Meleget kap és elolvad. Igen. És nem ér semmit. Ha te szeretsz tiszta szívvel, akkor legyél rá felkészülve, hogy néha csalódni fogsz. De én nem azt szeretném a gyerekeimtől, hogy azért ne csapjanak be, vagy azért ne lopjanak tőlem, mert nem illik, hanem azért, mert szeretjük egymást. Uh-huh. És ez egy picit több. Nem akarom ezt a szeretett kapcsolatot veszélyeztetni semmivel sem. Hát nem tudom, hogy mennyi időnk van még hátra ebből a műsorból egész pontosan, de ha volna valami kedves történeted a családdal kapcsolatban, amit érdemes volna közreadni, akkor azt még nagy-nagy örömmel meghallgatnánk. A feleségem családjában több sok gyerekes család van, a nagyon nagy családban, tehát az anyósomék azt hiszem 6 voltak testvérek, és össze szoktunk járni minden évben Katica tanyám, ez lent van Somogy megyébe, ahol hát olyan 25-30-40 ember is összejön. És tavaly nyáron levetítettük az elmúlt 25 év Katica tanyai, illetve hát korábban máshol is voltak ilyen családi rendezvények, és azt vettem észre, hogy mi, akik akkoriban hát hátulgombolósok voltunk a legelején, most meg anyukák vagyunk, lassan már ugye nagyszülők, a mi generációnk ugyanabban a pillanatban rezdült. Tehát a kortársaimmal elbeszélgetve este a tűz mellett ugyanazok a folyamatok kezdenek előjönni, hogy más kezd fontossá válni az életben. Richard Rohrnak van egy könyve, Emelkedő zuhanás, ez a címe. Tehát miközben a világ szemében az ember zuhanni kezd, tehát már nincs olyan jó autója, nincs olyan jó állása, etc., aközben lelkileg elkezd fölemelkedni. Mert mindazt a tapasztalatot, amit összeszedett, mindazt a kapcsolati kincset, amit felhalmozott, azt elkezdi megérteni. Elkezdi úgy kezelni, mint az életén ezek a kis drága gyöngyök, amik, és akkor elkezd erről mesélni. És ez annyira nagyon szép volt, amikor elkezdtük a gyerekeinket másképp szemlélni. Elmondani nem tudom, de talán ez egy olyan meghatározó nagy családi élmény, hogy minden kedves nézőt bátorítok arra, hogy gyűjtsük össze az unokatesókat, mindenki, aki a rokonságban van, és üljünk le egy tábortűz mellé, megéri. Meg kell venni azt a pár üveg bort, sört, és érdemes egy jót beszélgetni. És akkor fogjuk látni azt, hogy nem vagyunk egyedül. Tehát amit mondtál, Feri, hogy testvérei vagyunk egymásnak. A rokonság az egy dolog, de lélekben is testvérei vagyunk egymásnak, csak ebben a nagy rohanásban nem beszélünk erről. Igen, ez nagyon fontos, és gondoltam, hogy a végére zárszóként meghagyom ezt a dolgot magamnak, de örülök. Hogy mondjak egy verset ezzel kapcsolatban. Tudod, mondtam, az öcsém költő. Gyakran érzi nyomorultul az ember magát a családban is. A vers. Hernyó sorsom én elfogadom. Arra szólok a világon, világszálkáin. Küzdelmem az iszony, mely mások szemében születik szenvedéseim szemlélésekor. Hernyúnak valóság, pillangónak még csak terv vagyok. Tudsz-e így is szeretni? Igen, nagyon szép, valóban így van. Tehát a családban az előre nézés, az előrelátás, az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és most itt nem az időben való előrelátást, az éveket, a perceket, az órákat, hanem inkább a gyermekből való felnőtté válást látni, hogy én most nem gyereket nevelek, én egy felnőttet nevelek, aki majd édesapa, aki majd édesanya lesz, és ez most dől el, hogy milyen. Ezért nagyon fontos minden kimondott szó, minden akár visszafogott indulat, vagy elengedett indulat,
hogy mi lesz. Egyfajta programot gyártok annak a gyereknek, mert ebből fog építkezni. Elé élek egy programot. Többször elhangzott már a mai adásban, hogy hozott anyagból dolgozunk. Mi is kaptuk, mi is adjuk. De sok szülő nincs tudatában annak, hogy mit épít bele a gyerekébe. Ezért én úgy gondolom, hogy így befejezésül, kedves szülők, hadd hozzam önök elé, tessenek sokkal jobban meggondolni, megfontolni minden kimondott szót, minden elengedett indulatot, vagy el nem engedett indulatot. Lehet néha arra van szükség, hogy elengedjük, és lehet néha pont az ellenkezőjére. De hogy éppen mikor, mire, tanuljuk. Tanuljuk a szülőséget, tanuljuk a családban az együttlétet, tanuljuk megbecsülni a gyermeket, tanuljunk bocsánatot kérni egymástól, s akár a gyermektől. Volt ilyen, hogy kellett bocsánatot kérni esetleg valamelyik gyerektől? Meg is tettük, és meg is teszem a mai napig is. Nem, az egy nagyon hiú gondolat, hogy a felnőtt hibátlan. Ugyanakkor nem gondolom, hogy bizonyos életkorban a gyerek megérti, hogy miért is kérek bocsánatot. Tehát a legnagyobb hiba, amit szerintem a mai felnőttek elkövetnek a gyerekkel, hogy előbb állítják őket olyan döntés elé, amire még nem érettek, mint kellene. Uh-huh. És ha belegondolsz, és ez is a marketing kommunikációnak az eszköze, hogy a gyereket minél előbb felnőttként kezeljük. Ugye már eljutunk oda, hogy majd, hogy fiú vagy lány, majd eldönti, ha nagy lesz. Ugye? Tehát ez a legszélsőségesebb eset ennek a dolognak. De akkor, amikor hagyom, hogy a 14 éves gyerekem, kislányom tetováltasson valamit valahova, akkor ezzel én ahhoz vagyok partner, hogy ő akkor, amikor majd, mit tudom én, 10 év múlva jön egy férfi, akit ő nagyon szeret, de a férfi meglátja ezt a tetoválást, és nem fogja szeretni, akkor a kislányom azt fogja nekem mondani, hogy apa, miért nem mondtátok, hogy ne tegyem? Bizony. És van felelősségünk. Tehát a gyereket ilyen szempontból meg kellene óvni egy kicsit ennek az őrült világnak a torz kinövéseitől. Bizony, a szülő feladata a védelem, a vezetés, az előjárás, a biztonság nyújtása és a szeretet. Igen. A feltétel nélkül való szeretet. Ugye én börtönmisszióval foglalkozom, és egy-egy gyilkosnak is kiderül, hogy van édesanyja. És ez az édesanyja szereti a fiát, akkor is, ha az ember tölt. És hogy miért, meg hogyan, és hogy milyen körülmények között, erről lehet sokféle műsort látni, hallani, de az édesanyákat elfelejtik. És nekünk van egy ilyen édes atyánk, egy ilyen mennyei édes atyánk, akinek milyen gyilkos gyermekei vagyunk, hiszen mi megöltük Jézust. És ha ezzel a tudattal tudjuk élni az életünket, és így tudjuk vezetni a családunkat, hogy egyenrangúak, egyenlők vagyunk Isten előtt, és igyekezvén őt megóvni attól, hogy minél kevésbé legyen nyilkos, hogy egy olyan világba nőjön bele, ahol majd a jövendő férje és a jövendő felesége azt mondhassa neki, hogy te, neked klassz szüleid voltak. Feri, én nem szeretem ezt hallani, bocsáss meg. Én nem öltem meg Jézust, jó? Tehát Jézus annyira szeretett engem, hogy meghalt értem, hogy én nekem a bűneim ne tántorítsanak el a szeretettől. Ezt mert, most muszáj volt így mondanom, sír, mert idén, értem, csak ez a nem szeretem szó, kijön belőlem a marketinges. Ha a szülőknek akarunk, a szülőknek valamiféle jelet szeretnénk mutatni, vagy követendő példát szeretnénk, akkor nem használhatunk nem szeretem szavakat, mert elszaladnak a tévé elől. Uh-huh. És nem szeretik. Az emberek ma nem szeretik az erőfeszítést kell tennem, a meg kell bocsájtanom, a türelmesnek kell lennem egy kicsit. Ezeket a szavakat nem szeretik, de főleg az, hogyha megvádolják, hogy te nem jól neveled a gyerekedet, te megölted Jézust, Uram, bocsánat. Tehát nekünk keresztényeknek kellene sokkal hitelesebben rámutatni arra, hogy miben van az a János 3.16, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egy szülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen, örök élete legyen.
És ehhez az kell, hogy mi vidámak legyünk, hogy mi pörögjünk, hogy mi vigasztaljunk, hogy mi segítsünk egymásnak. Tehát, hogy a cselekedeteinken az látszódjon, hogy nem dumával, meg jó logikával, meg önigazolásokkal szeretnénk az életünkre egyfajta igazolást adni, hanem egész egyszerűen nekünk van egy élő kapcsolatunk az Istennel, és ez egy jó állapot. Erről jó beszélni. És történnek csodák az életünkben. Egyet hagyd mondjak, ugye. Most pont annyi a fizetésem, mint 10 évvel ezelőtt, csak egy egyes hiányzik előle. És volt egy olyan hónap, amikor extra kiadások, nem tudom, valami gyereknek kellett cipőt venni, nem tudtam, hogy mi lesz hónap végén, az utolsó héten, hogy miből fogunk venni kenyeret, tejet. És akkor imádkozom ott szombaton este, hogy ja Istenem, most akkor hogy lesz, mert nem akartam kölcsön kérni. Ugye a Szentírásban bennem, hogy akinek a pénzét használod, annak a rabszolgája vagy. Ha ez egy bank, akkor annak. De szóval van egy ilyen, ezt apámtól anyám, édesanyám mondja mindig, nem szabad kölcsönkérni senkit, igaza van. És képzeld el, hétfőn csörren a mobiltelefonom, az áramszolgáltató vállalat 42 ezer forint túlfizetést visszautaltak a számlámra. Most erre lehet azt mondani, hogy véletlen. Nem tudtam róla, azt se tudom, hogy keletkezett. De akkor is ott ez például egy nagyon-nagyon konkrét olyan dolog volt, amire azt mondom, hogy hát miért pont most, miért pont így, és köszönöm, miért pont Istenem. Annyi, és köszönöm Istenem. Ez egy nagyon-nagyon profán példa, ettől sokkal értékesebbnek tartom azt, amikor egy ember, akiben gyűlölet volt, vagy harag, megenyhül. Hajlandó a saját viselkedését felülbírálni. Tehát a legnagyobb csodáknak azt tartom, amikor egy ember kinyílik, amikor megnyitja a szívét, amikor elkezd odafigyelni rád. Rád, és nem rád, hanem arra amiről beszélsz, amiről bizonyságot teszel, az örömhírről. Hát én azt hiszem, hogy kedves Tornai Gábor testvérem, megköszönöm, hogy ilyen vidám édesapa vagy, és nagyon sajnálom, hogy a kedves vidám feleségedet most itt nem tudtuk vendégül látni, talán majd egy másik műsorban ő is elmondja, hogy miért olyan boldog, és hogy micsoda nagy öröm 5 gyermek édesanyának lenni. Tessenek ilyen vidám szülők lenni sok jó együtt programmal, és nyugodtan elő lehet venni azt a Bibliát, és le lehet ülni köré, és lehet együtt beszélgetni róla, valaki felolvas valamit, menni fog, tessenek kipróbálni. Köszönöm, hogy együtt voltunk, köszönöm a figyelmüket. A jövő héten újra lesz családról szóló műsorunk is. Isten velünk, viszontlátásra minden jót kívánok. Viszontlátásra minden jót kívánok.